Én imádok nevetni, tehát hogy nekem, ha nem olyan a társaságom, vagy nem lenne olyan a párom, akivel nem tudok jókat nevet, és egyébként szerintem a nevetés is hízlalállítólag. Én lehet, hogy sokat nevetek. Lehet, nem is eszem olyan sokat. Nem. Jó vagy? Az a baj, így kell támasztanom a szememet, már sokáig nevetek, betörik az arcom. Figyelj, akkor távozz a szemed, mert akkor kezdj gyorsan, mert azt úgy ültél le az előbb, hogy azt mondtad, hogy nem akarsz így nagyon dumálni, hanem akkor hagyd kezdjen egyből sminkelni, és majd utána dumáljunk. Nem ez szokott lenni a sorrend, de nyugodtan csináld. Akkor annak egy 10 percet még felkészülök. De mi akart, hogy kitakarjál a maddig, amíg az eleje nincs meg? Nem, láttam, nem tudom, valami ázsiai reklámfilmmel láttam egy olyat, hogy van egy ilyen kés smink így az asztalon, és bele kell tenni. Meg az ötödik elemben volt, mert emlékszel régen a Nekem csak a nevetéstől így betörik az arcom, de egyébként... De akkor ne nevetgéljél. Nem kell tudod, milyen nehéz megállni? Szóval, hogy kezdjem el sminkelni magam egyébként? Ha te szívesebben beszélgetsz úgy, hogy már van rajtad smink, hát de hogyha ilyen nagyon lemeztelenített, kitárulkozós napod van, akkor beszélgethetünk hosszan így. És akkor a végén csak nem tudom, valami arcpermetet felszórsz. Lemeztelenkedést, jelenleg? Menjen már a kamerát egy kicsit lejjebb. Jó, elmondom, hogy az történt, ezt most ti nem fogjátok látni, az itt a tudja, és az a jó, hogy egyáltalán nem él vissza semmivel, hogy nem volt kedvem felvenni a terhes nadrágot, ezért harisnyi nadrágban vagyok, és megkérdeztem az Itát, hogy ez udvariatlansága, hogyha úgy beszélgetek vele, hogy végig harisnyában maradok. Nem. Azt mondta nem, de az első adandó alkalommal azért ezt elmondja. Nem, csak hát mindenki ez legyen így jó, tiszta. Jó, na, akkor sminkeljél, légy szíves. Gyorsan akkor. Tehetek a karikáimra? Lehet, hogy ez nem lesz elég. De te ennyire, téged ez nem szokott zavarni, nem, te csomószor vagy zavar. Smink nélkül. Tényleg nem szokott zavarni, csak most, tehát nem igazán szoktam tükör elé ennyit időt ülni, úgyhogy ez most esetre, hogy én így nézek ki, még kis korrektor nélkül, na mindegy, szegény Jenny. Mert ő nagy részt smink nélkül lát. Persze. De reggel felkelsz, és akkor mi az, ami mondjuk így elengedhetetlen szépségápolás? Kinyisom a szemem. De most komolyan. Várjál reggel, amikor felkelek, hát nyilván megmosom az arcom, van nem tudom, legalább 2-3 fajta krém, amit ilyenkor felszoktam kenni. Mik, de is. Úgy szemránckrém, szérum, nem, lemosol. Nem szemránckrém, szemkrém, a alsó bőrökre, nem mondjuk ki az, hogy ránc. Jó, ki sem mondod, igen. Jó. Szóval, ez itt a nem szemránckrémet, szembőrkrémet használ. Igen. És... De az a baj, én tudom, hogy férfi vagyok valahol, mert nem tudok egyszerre két dologra figyelni, most vagy beszélek, vagy gondolkozom, vagy sminkelek. Tényleg? Igen. Pedig általában a nőknek ez szokott menni. Te vagy az első, aki nem tud egyszerre beszélni és sminkelni. Szóval, hogy tényleg krémezni szoktam a fejemet, az biztos, tehát az ilyen hidratáló krémeket, azokat előszeretettel használom, de akár nem csak reggel, hát este is, tehát úgy fekszem le, hogy vagy valami kis olajat, mondjuk én az olajokat szeretem, azokat nagyon-nagyon szeretem. Milyen olajokat használsz? Ilyen éjszakai márkát mondjak, vagy azt hagyjam? Mondhatod jó, azt is. Fúha, több fajta van, úgyhogy inkább nem kezdem el mondogatni. Szóval... De ezek ránctalanító olajak, vagy csak ilyen hidratáló olaj? Inkább a hidratálás. Vagy... Aha, de hát nyilván a ránctalanításra is rámegyek, tehát 38-at töltöm januárban, úgyhogy azért van egy ideje a ránctalanításra is foglalkozom. Igazán leköti a mindennapjaimat. Nem, ti a Jennyval kajátok egész nap. Igen. Szóval még másnak a szépség... És az nem tesz jót a bőrnek, de... Nem biztos, hogy nem tesz jót a bőrnek, mert így egyre szebben feszül ki a bőröd. Hát jó. Így, aha. Akkor majd rendelek egy pizzát mindenmi. Ja, ez nézd! Na, ott az nem tesz jót a bőrnek a pizza. Elképesztő mennyiségű jó kaját esztek, meg elképesztő mennyiségű enni. Kaját esztek. Szóval még azért bárki másnak nézem így a mondjuk az Insta sztoriát, azt látom, hogy nem tudom, ezt csinálja napközben, edzeni megy, igen, súlyzót vásárol, készülődik karácsonyra. Nálad gyakorlatilag így a háttér előtt más-más kaják váltakoznak. De hogy fél láttam azt, amit Erdélyben összeettetek, az tényleg olyan volt, hogy volt, amit háromszor megnéztem. Hogy jól látod-e? Mert nem, egyszerűen jó volt nézni, de hogy ilyen irgalmatlan mennyiségű kaját szerintem te az életed
első részében nem ettél meg összesen. De, nagyon, nem, akkor nem volt internet, tudod, akkor nem nagyon rakosgattam hát ki. De nem, én nagyon szerettem. Nem, én nagyon-nagyon szerettem enni, és nagyon szerettem a magyaros ételeket enni. A Gianni nekem megmutatta, hogy máshogy is lehet enni. Tehát, hogy ő megmutatott olyan éttermeket, olyan szokásokat, olyan ételeket, amiket én nyilván előtte nem annyira ettem. Tehát én azért a paprikás csirke, krumplis tészta, tojásos nokedli kombonál, sajtos tejfölös tészta, tehát abban például nagyon jó vagyok. Tehát azt ezeknél, magad is el tudod készíteni? Igen. Tehát ezeknél én leragadtam. Tehát tényleg ő nagyon-nagyon-nagyon jó ételeket és nagyon jó dolgokat mutatott meg így a gasztronómia területén, de hát én nekem egy igazi jó magyaros gyomrom van. Tehát most hétvégén például a barátnőm káposztát készített. Én azt hittem, hogy majd csak karácsonykor eztem jó kis székelykáposztát, és akkor ebbe csinált nekem meglepetésből. Ezt szintén kiposztoltam, és az egyik barátnőm hozzáírt, hogy na jó, hát ezt nem akarom elhinni, hogy ezt megetted, és hozzáírtam, hogy ide, és két tányérral is ettem. Úgyhogy én mindig nagyon-nagyon szerettem egyébként jókat enni, nagyon sokáig. Én nagyon szeretem a szalonnát is például, tehát hogy... De egyébként látszik, amikor hisztál, együtt mióta, vagyunk. Mióta Giannival? Igen, 9 kilót hisztam, mióta együtt vagyunk. Te megismerkedtetek? 9-et. Én nagyon remélem, hogy ő is hízott 9-et, de én 9-et. És azt nem értem, hogy akkor előtte milyen vékony lehettem. Tehát nagyon vékony vagy, én emlékszem. Én nem látom azt a nagyon nagy különbséget. De... Ezt akarom, itt van a szoknya alatt. De ti egy életen át fogtok együtt élni. Akkor ti 100 kilósan fogtok meghalni. Mi... Hogyha mondjuk ezt a tendenciát így követjük. Mi, ha lehet mondani, ilyen hedonista emberek, mi szeretünk, mint ahogy látszik, én nagyon szeretek élni, én szeretek nevetni, én szeretek enni, szeretek jókat inni. Nyilván itt is a Gianninak köszönhetően nagyon finom borokat kóstolunk. Én szeretem az életet minden velejárójával is. Akkor neked a Gianni volt az embered mindig tulajdonképpen, tényleg? Igen, simán benne van. Nekem mindig is ez volt a típusom, az a barna szemű, barna hajú, pasés, és én lehet, hogy ott bevonzottam. Olaszországot is imádtam mindig, úgyhogy szerintem én ott bevonzottam magamhoz. És akkor gyakorlatilag így most együtt élvezitek az életet? Nyilván az élet jó és rossz dolgával együtt, persze, hiszen nem minden annyira gyönyörű, mint ahogy mindenki más gondolja, de igen, tehát bármilyen akadállyal, bármilyen problémával, mi kéz a kézben megyünk előre és oldjuk igen, meg. Igen, az egyébként látszik. Meg ilyen asszonyka lettél, szóval, hogy de nem úgy értem, nem tudom, hogy mire szóval nevettem. Szóval tényleg látszik, hogy hisztem? Nem, erre gondoltam, igen, csak nem erre gondoltam, hanem inkább arra, hogy... Szóval tényleg azt mondod, hogy igen. Hogy tényleg látszik, hogy hisztem? Hát te gömbölyű, ilyen szexisen gömbölyű. Azonban el fogok kezdeni nevetni, és nem fogom tudni abba hagyni. Szexisen gömbölyűbb lettél, ilyen nőiesebb, ilyen... Jó, hagyjuk, igen. Olasz nő, Monica Bellucci, hogy ő is olyan, tudod, olyan jó helyeken kerek, ezt akartam mondani neked, azt hiszem inkább. Na, szóval, hogy azt mindig, igen, azt tudom, hogy nagyon szeretsz élni, hogy egyébként jól lehet veled bulizni. Voltunk már? Voltunk. Annyira jól bulisztál, hogy nem emlékszel rá, hogy bulisztál velem. Fiatalság, gondolság. Ez elég király, egy csomag bulisztunk együtt, és megkérdezted most, hogy bulisztunk-e együtt. Akkor neked meredekebb volt. Ez olyan meleg lenni. Nagyon meleg kezd lenni. Ez viszonylag sokszor előfordult itt. És én nevetni. Én imádok nevetni. Tehát, hogy nekem... Ha nem olyan a társaságom, vagy nem lenne olyan a párom, akivel nem tudok jókat nevet, és egyébként szerintem a nevetés is hízlalállítólag. Lehet, hogy sokat nevetek. Lehet, nem is eszem olyan sokat. Lehet, igen, csak látom azt a sok kaját. Szóval, hogy amit te együtt vagytok, vagy azt látom, hogy sokkal kevésbé érdekelnek téged a külsőségek. Egyet, szóval te mindig a Gianni előtt, azért emlékszem, hogy így hozzátartoztál ezekhez a jó csajokhoz, együtt mozogtatok, mindig teljes sminkben, a legmenőbb, legújabb ruhákban, a legdrágább dizájnerek cuccaiban. Szóval én azért emlékszem arra az időszakra, amikor tulajdonképpen azért kicsit úgy tűnt, mintha erről szólna az élet. És amióta a Giannival vagytok, azóta én nem nagyon látlak tényleg kifest, nem látlak, nem tudom milyen tervezők ruháiban, hanem egyszerűen azt látom, hogy ilyen nagyon magától értetődően, de hogy valami teljesen megváltozott fókusszal élsz, hogy mint hogyha tényleg ilyen szinte egyik napról a másikra megváltozott volna az, hogy mi fontos. Igen, nekem nagyon-nagyon-nagyon. De ez így van? Abszolút így van, mi is szoktunk erről beszélgetni. Volt egyszer egy régi vacsoracsatát ismételtek a tévében, és én akkor már itt is ismertem Giannit. És mondom, hogy néz, ott megy, pont ismétlik a tévében is, pont engem mutattak, és akkor így fölnézett, rám néz. Na most már érted, miért nem szóltam hozzád?
és kiment a szobából. És mi volt ott? Mit látott ő ott? Vagy te mit láttál az akkori magadon? Hát ugye mi már ismerjük egymást azért 10-11 éve, tehát a Jamival, és valóban ő, tehát én 11 éves, 11 évvel ezelőtt lehettem, mint 25-26 éves, igen, kb. És nyilván én 25-26 évesen még ebben a nagyon önmegvalósítás, vagy ilyen tényleg abban beleültem abba a helyi... Ilyen felületesnek, az egy ilyen sokkal felületesebb Zita volt, mint amit így most láttok. Igen. Azért, mert akkor, tehát akkor mi nem engedtem be annyira az embert, vagy a médiát, vagy bárkit az én életemben. Nem volt akkor, még azt ne felejtsük el, nem volt social média. Minden kialakított kép úgy volt rólunk, ahogy azt a média kialakította. Tehát amikor megérkeztek a social médiás felületek, akkor volt lehetőségünk nekünk saját magunkat megvédeni. Aha. Tehát amikor, nem tudom, kijött rólunk egy hír, egy valótlanság, akkor tudtam helyesbítést kérni, hogyha én vagy ügyvédet kerestem, vagy bíróságra mentem, vagy bármit csináltam. Most már van lehetőségünk többet megmutatni magunkból. Illetve ugye én elkezdtem a fotográfia felé menni. Jennyval szintén, amikor ugye már együtt voltunk, én akkor csináltam a nem tudom milyen munkáimat, akkor készítettem, akkor csináltam, vettem meg, vagy béreltem ki, bocsánat, a stúdiómat, akkor kezdtem el a stúdiómat csinálni. És egyébként igazad van, tehát amikor még régen, jó pár évvel ezelőtt, akkor még a külsőségeknek éltünk, hiszen modellek voltunk, uh-huh. tehát hogy ismert nők voltunk, akik valóban a külsejük miatt uh-huh. voltak érdekesek. Uh-huh. De ez egyébként annyira kettősség volt bennem mindig, nekem két bátyám van, nekem édesapám is egy ilyen igazi fiús csajt nevelt, és apukám vágta a hajamat, tehát rövid fiús hajam volt. Én karatézni jártam, fociztam. Úgyhogy amikor így elkezdtem Budapestre járni, és elkezdtem ilyen különféle castingokon részt venni, meg szépségversenyen, nekem akkor tudatosodott, hogy hoppá, tehát hogy nekem esetleg olyan külsőm van, ami nem is annyira csúnya, mint ahogy én azt beállítottam magamról. De attól függetlenül mindig volt bennem volt ez a vidéki fiús csaj. És én mindig azt mondtam, hogy amikor elmentem egy ilyen fotózásra, ahol a szépet kellett mutatnom, nekem az mindig egy szerep volt. Tehát nem igazán éreztem magam jól ebben a szerepben. És ahogy az életembe került a fotográfia, úgy kezdtem, és én tényleg annyira hálás vagyok, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy nekem miért volt jó, hogy én beiratkoztam egy főiskolára, és lediplomáztam, mert én imádtam a főiskolára járni. Tehát annyira más közeg volt, és annyira más típusú emberek voltak az én osztálytársaim, mint akivel egyébként én a hétköznapokban mozogtam, hogy nekem felüdülés volt bemenni a főiskolára és velük együtt lenni. Imádtam minden egyes pillanatát. És az kezdett el engem átváltoztatni. Tehát akkor, mik már az a közeg kezdett engem visszabillenteni az én régi debrecenizitás valomban. Egy kicsit lehet azt mondani, hogy így elvitt ez az egész, szóval, hogy ez az egész Budapest, meg igen, menősködés, igen, meg jó éttermek, meg szép vagyok, meg szépségverseny, meg menőpasik körülöttem, meg a menőcsajok, meg nekem van először a legmenőbb táskám a városban, hogy ez egy ilyen vonat, amire egy kicsit így felültél. Nagyon fiatal voltam, tehát hogy tényleg, szerintem úgy gondolom, hogy egy egyszerű vidéki kislány voltam, vagyok valahol még mindig. És megvakultál a... És elvitt ez a millió. És én nagyon örülök, hogy egyébként nem sokáig maradtam benne. Tehát benne voltam egy ideig, és szerintem ott az ember felméri, hogy neki ez tetszik-e, vagy nem akarja, vagy nem. És nekem ez egy nagyon felszínes, nagyon egy felületes világ volt. És én szerettem. Nagyon, mindig akartam többet csinálni. Tehát nekem a modellkedés és a közszereplés az nekem mindig egy ilyen... nem akarok tényleg senkit megbántani, meg semmit, de hogy én szerettem volna többet adni, nem csak. Tudtam, hogy van bennem több ennél. És szerettem egy produktumot. Tényleg ne csak annyi legyen, hogy ja, ismerjük azt a lányt, mert láttuk, nem tudom, valamelyik katalógusban. Nem, hogy legyen valami kézzelfogható produktum, amit én le tudok tenni az asztalra. És én mindig imádtam rajzolni, imádtam gyurmázni, imádtam minden ilyen kreatív dolgot. És tényleg, amikor a fotózás jött az életemben, akkor tudtam, hogy az emberek már
nem a külsőm alapján ítélnek meg, hanem a munkám alapján ítélnek meg. És attól a pillanattól kezdtem ezt az egészet levetkőzni. És onnantól már nem érdekelt, hogy hogy megyek utcára, nem érdekelt, hogy ki mit mond. Igen, ezt látom nagyon, hogy amikor, tehát tényleg, hogyha összetalálkoztunk valahol 8-10 éve, akkor egy ilyen csili-vili csaj egy szembe. Most még bármikor összefutunk, tényleg azt látom, hogy felkapsz egy farmert, felkapsz egy fekete garbót, vagy egy farmer jacket, egy fehér tornacipővel, és nem is nagyon variálod, mert egyszerűen azt látom, hogy nem ez érdekel. Nem igazán. És amikor el kell mennünk valamilyen rendezvényre megjelenni, akkor csak azért mész, meg kaja van. Persze, végre! Végre ehetsz valamit! Végre kaja van. Nem, tényleg belenézek a szekrényembe, és így állnak a farmer nadrágok, mert tudom, hogy van a kék, meg a kicsit sötétebb, meg van a szürke, meg van a fekete, és amikor föl kellene menni csinos ruhát, akkor ott állok, hogy úristen, ja, hát egyébként ezt is kihisztam. De tényleg nincs ilyen. De tényleg, ez nagyon-nagyon jó időpontban jött a Jenny az életemben, mert már nálam elindult ez a folyamat, és ő meg még jobban segített, hogy ezt az egészet. Igen, a Jenny is egy ilyen muti csávó. Nem. Tehát ő is, hogyha ha rendezvényre megyünk, akkor felvesz egy szövetnadrágot, esetleg egy sportcipőbe, baseball sapkával, és egyáltalán nem. És mi nagyon szeretünk egyébként hétvégenként elvonulni. Vannak nagyon-nagyon jó barátaink Zala Szentgróton, vannak nagyon jó barátok Erdélyben, vannak nagyon jó barátok Tason, tehát hogy nagyon sok helyen vannak nagyon jó vidéki barátaink, és imádunk hozzájuk elvonulni, és akkor egész hétvégén csak melegítőben vagyunk, sportcipőben vagyunk, és semmivel nem foglalkozunk. És nem hiányzik egyáltalán semmi régi dolgok nem, közül, ugye? Nem. És ez látszik rajtad. Nézem a fotókat, és mondta, nem is ilyen lennék. Tényleg. De nem baj, mert ez egy korszaka volt az életemnek, azt is megéltem, rájöttem, hogy nem erről szól az élet, és az életnek vannak azért komolyabb dolga is, és őszintébb dolga is, úgyhogy én imádom azt a mostanit. 38 évesen. És akkor már az sem zavar, hogyha fogod magad, és kimész mondjuk smink nélkül az utcára, és belvárosban mit mondanak? Élek, gondold el, te csontra a belvárosban élek, van egy kutyánk, azt le kell hordani, sétáltatni, és nem érdekel, hogy most az emberek hogy fognak meglátni. Tehát nyilván melegítőben járok, felhúzott hajjal. Mennyire hogy nézel most ki? Hát, nem most ebben a pillanatban, hanem mondjuk az életednek ebben az időszakában. Tehát egyébként a szépséged, a szépségápolásod, az, hogy látnak mások, az mennyire foglalkoztat? Nem szokott. Tudod, mikor vagyok csak itt a varban, hogyha azt kérdezik, hogy csináljunk, vagy kérik, hogy csináljunk közös képet. És tudod, csináljunk közös képet, csak akkor nehogy meglepődj, tudod. Nem úgy nézek ki. Vagy volt olyan, aki mondta, hogy csináljunk egy közös képet, mert nem tudom kinek, valami barátjának én vagyok a kedvencem. Ami jó, csak hogy meglepetés legyen. hogy nyilván azért látom, hogy telik az idő. Látom, zavar. Hogy valamikor zavar. Igen. Valamikor zavar, valamikor látom, hogy tényleg tudom, hogy a legtöbb láncom az nekem mind a nevetéstől van. Én állandóan vihogok, állandóan nevetek. Valamikor, hogyha olyan szituáció van, akkor én már a fejemben lejátszok valami szitut, és már azon röhögök, hogy milyen hülye gondolataim vannak. Inkább jobban zavar az, hogy felszedtem 9 kilót. Tehát, hogy inkább az zavar, hogy régen én sportoltam, állandóan mentem. Tényleg, nem is sportolsz már egyáltalán? Nem, jogázom. Nem jársz edzeni? Nem. Mióta? Nem, már egy ideje, de menni szeretnék. De most jogázni. Értem, nem azt kérdeztem, hogy majd fogsz menni, hanem hogy jársz. Nem, hogy jársz. Nem. Pedig szeretnék nagyon, vissza kell menni. Csak ez is most akkor újra. Csáni se jár edzeni? Együtt poshattok otthon a tévé előtt, és kajáltok közben, melegítőbe. Tényleg igen, ezt csináljátok? Igen, és egyébként tényleg van a tévé előtt egy ilyen jó kis fotelünk, és az az ilyen meeting point, tudod, amikor ő mit tudom, hazaér este, nem tudom, 8-9 magasságában, oda leülünk, szerinted van valami új film, nézzük meg, ha teát kérsz, meg főzem, mert főzzük már meg azt a teát, jó? Melyik? Most a nyugtatott teát. Mennyire helyes mami és papi lettetek egyébként? Igen, de annyira jó. Az, hogy ülünk, beszélgetünk már egy fél órája, és ja, nem és eszedágában nem volt, nem, és eszedágában nem volt sminkelni, az így nekem egyébként pont annak a lenyomata, amiben igazából vagy, hogy
tesz nagyon magasról. Igen. Hogy egyszerűen így teszel rá. És ez tényleg így van. De sminkeljek, legalább a számot megcsináljam, vagy valamit csináljam. Csináld meg a szádat, de nekem ez ilyen... Nekem tudom, hogy néz ki a szájpont útszerúzám. Nekem most pont olyan volt így beszélgetni veled, meg azt, hogy elfelejtetted, uh-huh. mint amiről beszéltünk. Úgyhogy nekem ez itt tök jó volt. Uh-huh. Akkor jó. Köszi. Ha tetszett ez a videó, és szeretnétek még több ilyet látni, akkor lájkoljátok. Ha van bármilyen mondani valótok, akkor kommenteljetek, és ami a legfontosabb, iratkozzatok fel.